Sziasztok, ez itt újra a filmtár adás, és egy mostanság egyébként nagyon népszerű, és úgy néz ki, hogy a különböző diátadókon is akár, legalábbis a jelölések alapján és a vélemények alapján sikeres filmről, a The Power of the Dog-ról, a kutyák armai között című filmről beszélnék nektek, amelyet nehézen tudtam végignézni, és nem csak azért, mert iszonyatosan mondhatott, hanem mert a tematikája is azért eléggé durva. És sokan mondják, hogy ez megújtja a Westernt, meg mit tudom én, de szerintem nem annyira erre van a hangsúly, ez egy filmdráma. Néha krimi is egyébként, nem is a végén, ilyen kalambószerű. Úgyhogy én ezt nem nagyon sorolnám be a Westernek közé, akkor, hogy olyan helyszínen akkoriban játszódik, bár ez a Montana ez eléggé felemás, mert rohadtul nem Montanába forgatták, hanem Wisdom, és ez rohadtul látszik is egyébként. Meg ha utána néztek, akkor egyértelmű is lesz, de a Jane Campion rendezőnő is onnan származik, ott is forgatott örök életével, ő neki köszönhetjük a Tótükre első és második évadát, amiről már én is csináltam a szériolázóban tudva a mutatót, ez egy két évados, bár végül is olyan szinten folytatólagos, de igazából kezelhetjük különálló évadonként ezt a két évadot, ilyen mini-mini sorozatonként. Bár a főszereplő nagy részt ugye ugyanaz, de nagy időutazás van a kettő között, tehát van egy időugrás. Úgyhogy őt onnan mindenképp ismerhetjük, és a stílus valamilyen szinten onnan következik. Tehát aki látta a Tőtükrét, az tudja, hogy ez egy lassúbb, bőrötök alá benyúló film, illetve minisorozat. Csak mondjuk ennyire nem vontatott, nem tudom mi látta a rendezőnek, mert iszonyatosan hosszúnak érződik, ugye két órás a film, és ennek ellenére a háromnak érződik körülbelül. Leginkább amiatt, mert nagyon teátrálissá vált. Itt vannak ilyen felvonások, nagyon sok film ezt sajnos el tudja cseszni, és az a 4-5 felvonás nagyon teátrálissá válik, és jelenleg ez a helyzet, sokszor a mosdót látjuk 10 percig, az, hogy valaki mosakszik, kinéz az ablakon, ugyanazt az elsőre egyébként érthető érzelmet, vagy cselekedetet, akár belső gondolatvilágot megérti a néző, például aki már sok filmet látott, de szerintem az egyszerű is. De itt ismételgetik kb. Olyan 10-15 percenként, hogy tudjuk, hogy igen, az adott karakter milyen igazából, mert itt igazából a Benedict Cumberbatch karakter, az nagyon utánivaló kis rohadék karakter, akinek vannak az érdekes dolgai a múltjában, és ezt egyébként nagy csavarként megtudjuk, de azért erre elég sok utalójel van. A végső csavar pedig a film végén egy nagy ilyen kalambószerű krimi elem, ahol gyakorlatilag a gyilkoson kívül jó sokáig biztosan nem fogja tudni senki, hogy ki volt az, meg a nézőkön kívül. Nem rágjánk a szánkba egyértelműen, de az utaló jelek azok egyértelműsítik a dolgokat, szóval igazából egyértelmű, hogy ki okozza egy adott karakter halálát. Itt jön be a krimi faktor a végén. Mégként a film összességében egy dráma, ahol egy testvérpár, hát nehéz kapcsolatát láthatjuk, illetve azt is, hogy a testvérpár bizonyos múltbéli sérelmek, tragédiák, veszteségek okán hogyan próbál túllépni ezeken maguk módján, ebben az időpontban, ahol, amikor és ahol játszódik a film, és ezáltal egymással hogyan vetítenek ki különböző érzelmeket, viselkedési formákat. Az egyik az tovább tud igazából lépni, tud előre lépni, a másik pedig nem, és érezhetően irigykedik rá, amellett, hogy tudja, hogy ő egy kicsit más milyen. Igen, ebben a filmben van egy kis túl a barátságon feeling is, de egyáltalán nem olyan erőteljesen, mint ott, bár az a film egyébként jobb, mint ez, véleményem szerint. És színészileg is. Mert azt kell mondani, hogy Benedict Cumberbatch nagyon teátrális, hozza ezt a tipikus erőltetett akcentust, amit a magyar szinkronokban sem nagyon szeretünk, és egyébként, ahogyha angol hanggal halljuk, az se jó, hát erőltetetté válik. Tőle ezt nem várnánk szerintem. Én inkább a George-et alakító színészt emelném ki, akit nem máshogy hívnak, mint Jesse Plemons. Ő egy olyan, hát ilyen 5-6-7-8 éve tűnt fel körülbelül. Általában kisebb vagy mellék szerepekben, de most, végülis most is igazából nem sokat szerepel
Philhez, akit ilyen Benedict Cumberbatch valaki képest, vagy Rosehoz, aki Kirsten Dunst. Egy Kirsten Dunst is nagyon szerintem jól játszott, bár a szerepkör az nem volt szintén olyan nagy. Mert így, hogy végignézzük a filmet, annak elé az elején azt hiszük, hogy George és Rose is főszereplő lehet a történetnek, igazából itt Phil Burbank lesz a főszereplő, és Pete, vagy Peter, Rose-nak a fia. Egyébként Cody Smith meg Fee is jól játszik, egy ilyen nagyon vékony, magas színész. És egy, hát most majdnem mondtam valamit, hogy nagy spoiler lett volna, de mindegy. A lényeg az, hogy ők elég jól játszanak. Őket emelném inkább ki. Kirsten Dunstot, Jesse Plemons-t és Cody Smith meg Fee-t. Sokszor egy-két nézés, félmosol sokat mond. Többet mond minden szónál. Egyébként nagyon jó a fényképezés a filmnek. Ebben a tótükre is jó volt. Jane Campion mindig sorozata. És eléggé látványos is a maga módján. Még rohadtul látszik, hogy Új-Zélandon vagyunk, és próbálják azt parástolni Montanai szövegekkel, de nem, ez nem az. Ennek ellenére egy jól hát filmezett filmről beszélhetünk. Itt a forgatókönyvvel is rendezése van baj, mind a kettő Jane Campionhoz köthető. Ami azért fura, mondom, mert a minisorozatnál meg tudta fogni úgy a lényeg elmet, hogy 5-6-7 rész, azt hiszem annyi volt egy-egy ilyen év van, és az alatt meg tudta fogni a lényeget, és nem voltak nagyon időhúzós részek, talán egy fél rész, ami azt tudtam volna mondani az egész völdet, ott nem egy nagy, főleg egy sorozatnál. És itt pedig a 2:03-nak érződik felesleges manírakkal. És vannak kérdőjelek, nem tudjuk, hogy miért utálja mindenki a zongorázást, főleg fiatal egyébként. Ez legalábbis nekem nem derült ki. Egy csomó dolog kérdőjel. Amúgy a bőr is kérdőjel igazából. Olyan szempontból, hogy egy elég nagy felesleg alakul ki Phil-éknél, és Phil nem szeretné ezeket odaadni másoknak. Ilyen esetben indiánoknak van egy ilyen, ami most lehet, hogy a rasszizmus tekintetében van jelen csak a filmben, de én többet láttam volna mögé. Azok után, hogy láthatjuk az egyes karaktereknek azért a múltja sötétebb. Itt vannak ezek a százszenteskedő karakterek, itt vannak azok a karakterek, akik a legnagyobb menőként apostrofálják a ottani kis közösség számára magukat, de közben kiderül, hogy igazából ő eléggé más habitusú karakter, mert kiderülnek bizonyos karaktereknek a múltjából elemek. Kiderül olyan, hogy valaki sokkal érzelmesebb, mint az kifelé mutatná, hogy ő egy hideg-rideg valaki. Szóval itt nagyon sokféle elem van. Vannak a félénkebb karaktereknek, akik nem tudnak kényszer alatt vagy figyelem alatt teljesíteni, például zongorázni jelen esetben, pedig alapvetően korábban tudtak, de bizonyos közegbe helyezve már nem tudnak. Mert hat rájuk egy adott karakter, vagy személy, vagy egy nagyság képen arra jár. Szóval itt elég sokféle karakter van. Valamelyik karakter ezt a piába hojtja, valamelyik hát gyilkosságba is, valamelyik pedig igazából hát ebben a macsóság légkör alakításával, amit éveken, évtizedeken át próbált kialakítani magáról, annak erre, hogy igazából önnál másabb. Szóval igazából elég sokféle karakter van. Tehát a forgatókönyvnyi szempontból a karakter szempontjából nem lenne rossz, ha tudná őket egységben összetartani, ha egy csomó jelenet is ilyen felvonás, amiből áll négyből, azt hiszem a film, vagy ötből, most írtam analiszak már erre pontosan, de a lényeg az, hogy felvonások vannak, és abból egy csomó igazából nagy részt nem ér semmit. Egy fél mondat hiány, de az be lehetett volna rakni egy másik felvonásba, tehát gyakorlatilag egy csomó felvonásnál egy-egy-két mondat a lényeg, és ennyi. A többi a sallang, amit általában leszoktak nyesni. De tényleg, tehát ha ilyen dolgot akartam nézni, akkor megnézek egy életkép jelenetet a spektrumon, vagy nem tudom, vagy egy természetfilmet, vagy egy cowboyokról szóló dokumentumfilmet, de tényleg, amikor meg annyi mozifilm, western, meg ilyen dokumentumfilm, meg spektrumos film volt ezekről, akkor megnézem azokat. Tehát értitek? Tehát itt teljesen felesleges, nem ez a lényeg. Egyszerűen
megnézitek a filmet, akkor érteni fogjátok, hogy mi a lényeg. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez számomra egy eléggé fájdalmas dolog, mert ennél én sokkal többet vártam volna. Azok alapján, hogy mekkora hype lengi körül a filmet. Az alapötlet nem lenne rossz, egy ilyen dráma westernbe belefűzve, úgyhogy van benne egy kis krimi. Az sem, hogy sejtelmes sokszor, és nem vágja az ember fülébe, szájába, órába, szemébe azonnal a dolgokat, hanem inkább csak apró utalásokat, sejtelmeket tesz rá. De tudom, hogy végignézi jó szemmel, az egyértelműen fogja tudni a dolgokat. Alapvetően, főleg, hogyha utólag nézed, egy eléggé egyszerű helyzetről van szó, csak itt nem mutatnak meg mindent teljesen. Ennyire egyszerű helyzet. Sajnos azokat mutatják meg, azokat az élethelyzeteket, amelyek unalmassá teszik a filmet. Lehetett volna valami mást kitalálni az összekötő kapcsokhoz, azokhoz a jelenetekhez, amelyek a fontosabb pármondatot, illetve a fontosabb jeleneteket összekötik, mert így a nagy része a filmnek sarlang. És számomra ez az, ami miatt nem tudok 4-es, 5-öst adni, hogyha osztályoznom kéne, hanem csak egy 3-ast a filmnek. Egy olyan 60-65%-ot, mert egyszerűen tele van sarlanggal. És színészileg is én Cumberbatchet már sokkal jobbnak is láttam. Itt inkább azt éreztem, hogy erőlteti, hogy művi az akcentusa, amikor még van egy kiaválós jelenete, az erőtlen és csak túl teátrális. Főleg amikor többször megismétli ugyanazokat, és a hirtelen jön ki belőle. Egyébként van egy-két olyan jelenet, ami így hirtelen jön elő karakter jellemzés változásilag. Hirtelen megváltoznak a karakterek. Ha végignézitek a filmet, az utólag megmagyarázható tenyérbe mászásokán, hogy valamilyen célból teszi ezt mindezt, és hogy miért, azt látjuk előtte. Csak itt sem mondanak, mutatnak meg mindent. Ezzel alapvetően nincs gond, csak ha nem lehetne le ennyi sarlanggal a film, akkor talán jobban tudnának a nézők erre összpontosítani, úgyhogy 30-40 percen rövidebb lenne a film, körülbelül legalább annyival rövidebben kéne legyen, akkor szerintem könnyebben észre lehetne venni a dolgokat az átlag néző számára is. Például ezt is. Hát most nem mondom el konkrétan, mert akkor spoiler lenne, nem szeretek az általános film bemutatóban spoilerezni, csak a kibeszélőben. De hát azt kell mondanom, hogy ez egy csalódás. A díjszezonokon ettől még valószínűleg jelöltetni fogják. Én maximum a fényképezés terén jelölném talán, meg a mellékszereplő karaktereknél. És így ennyi, tehát szerintem ennyi lenne, mert a forgatókönyvben az alapötlet jó, de el kell dönteni, hogy az alapötletet díjazzuk, vagy az egészet megvalósításra mindennel együtt. Az alapötlet nem rossz, de Oscar nem adnék neki végül a filmet látva, hiszen elvég a filmet díjazzuk. És ez a furcsa számomra, és sokan ezt kritikusokként nem vették észre, hogy ez a film tele van sarlanggal. Mikor a lényegi része az jó és fontos, és jó mondani való, és érdekes. És van benne egy-két pszichopata karakter is, bizonyos szemszögből. Egyébként az is érdekes, hogy valakinek melyik karakter lesz, mert két-három karakter is mondhatnának pszichopatának, üdvőnek, lelkileg és szívó szempontjából problémásnak, de mindegyiket más szemszögből lehet. A nézőnek lehet akár hosszabb távon az egyik szimpatikus, hosszabb távon a másik. Neveltetéstől is függően egyébként, vagy stílustól függően. Tehát is elgondolkozható, csak pont nem ezt teszi a központba a film. És George karakterét is lehetett volna sokkal többet szerepeltetni, mert ez egy érdekes karakter volt, egy sokkal másabb karakter, mint Phil, vagy Peter, vagy Rose, vagy még lehetne sorolni. És egy másodat járt be, viszont eltűnik a karakter kb. Egy órára. Csak annyit lehet tudni, hogy elutazott valahova. Igazából senki nem is tudja, hogy hova. Tehát itt is volt megint egy olyan, hogy egyik jelenetekből úrottunk a másikba, amikor ezek a felvonások váltakozottak, ezért is még inkább színházi hatása volt, mert nem láttad azt, hogy melyik helyszín jelenet, párbeszéd, hogy menj át a következő jelenetbe. Hanem csak vágás, az kész. Tehát a vágást nem is jelöltetném, mert a vágás az például nagyon gyatra emiatt a filmben. Vannak olyan, mondom, ahol tök jó azért van vágás, mert tetik a szállban, nem mutatják meg a konkrét dolgot, csak sejtetik. Ez tök jó, ebben van kettő körülbelül, de a többi az teljesen értelmetlen. Nem lesz tőle egységes a film. Szép bontja darabokra. Olyan, hogy a darabokra menne puzzle-ökre, és neked kell majd összerakni a legvégén az összeset, viszont tettem nem koszt egy teljes élmény, egy teljes utazást. Azt érzed, hogy itt
neked valami színművet, valami színdarabot mutattak be, és hogy nagyon precíz módon túl szakmai, túl művész, hogy így fogalmazzak, és kiesel a filmből ezek miatt. Ezt meg lehetett volna úgy nyugodtan csinálni, hogy ezeket nem rágják szánkba, meg annyi száz film tudta ezt megcsinálni, hogy nem rágott mindent a szádba, de közben végigélvezted, és figyeltél a képernyőre, és majdnem voltak olyan részek, ahol majdnem át kellett volna ugrani, ha lehetett volna. Ez hihetetlen tényleg, hogy miért kellett itt tönkretenni. Az egyértelmű, hogy van egy egyedi hangulatvilág a filmnek egyéb iránt, és az is ötletes, hogy miért pár dolog, hogy a karmai közt a címe, egyrészt egy bibliai utalás miatt, másrészt pedig a hegyen, ahogy az árnyékok rásütnek, vagy dombon igazából, most nem tudom, domb volt inkább talán hegy, ott egy ilyen harapó kutyaszerű árnyék jön elő. Ez egyébként ötletes volt. Ilyen apróságokra is néha tudtak azért figyelni a készítők, de összességesen most nem egy teljesen jó egységes képet adó film, hanem darabos és sarangoktól teli. Ez a baj számomra, a zenéje is elég idegesítő, nincsen semmi olyan téma, ami megragadna, vagy egy karakterhez illene. Igazából csak egy ilyen durva hangulatvilágot akar ösztönt adni a nézőnek a zene is, de én azt szoktam mondani, hogy ez hosszú távon mindig csak árt. A karakterekkel és az itt látott alapszitúval bőven elég lett volna elhozni ezt a érzést, ezt a hangulatvilágot. Nem kellett volna még ezzel is tetézni. Ez megint egy felesleges plusz volt. Lehetett volna sokkal másfajta zenét adni. Ott volt például a kapitány küldetése, majd arról is, ha lesz már időm, meg akaratom, végre csinálok egy bemutatót. Ott például nagyon jó a filmzene. Azt hiszem jelölték is. Vagy fogják jelölni, bocsánat, Oscarra. Azt hiszem nem biztos, de revesgetik. Akartam oda írtam. Newton Howardnak a zenéje. James Newton Howard. Hát ez egyik legjobb zeneszerző szerintem. Még manapság is. Itt pedig csak ennyi korlátozás van, tehát elég igaz. Ennyit akartam igazán mondani erre a filmről, hogy 60%-ot tudok neki adni. Nem többet, nem kevesebbet. Egyszerű is nézzétek meg. Mert jók ezek a hát nem belemagyarázós kapcsok. Csak ami közte van, az szenvedős, úgyhogy az ilyen lelkinek tényleg van úgy 2 órája, hogy ő most nekiül és nyugodtan végignézi ezt a nyilvánjelölésen haladó filmet. De érdekes megnézni a mondani valók, a krimi vonal, az érdekes külön álló karakterek tekintetében, és mit akar mondani a film ezzel igazából. Mindemellett, hogy nincs teljesen szerintem lezárva, még lehetett volna egy kicsivel akár tovább is húzni a dolgokat bizonyos szempontból. Ilyen szempontból megérte volna, ezt spoiler nélkül nem mondom el. De kíváncsi lettem volna mondjuk, hogy 1 hónap múlva mi a helyzet például. Nem derülnek ki turpisságok, vagy nem lesz valami az egy-egy karakterrel. Vagy legalább leírták volna, hogy 5 év múlva ez történt, az történt, szoktak ilyenek összefoglalókat is csinálni, itt nem kaptunk. De ez mivel egy karakterközpontú film, akár illet volna a végével. Ennyit akartam mondani, búcsúzom tőletek, sziasztok! Thank you.